Az ukrán elleni orosz támadó háború Európa biztonságát veszélyezteti, jelentette ki harmadik Károly király a berlini Bundestagban. A történelem során először fordult elő, hogy brit uralkodó beszédet mondjon a német szövetségi parlamentben. A német szövetségi kancellárián indította csütörtöki hivatalos programját a brit uralkodó, aki előző nap érkezett háromnapos látogatásra Németországba. Olaf Scholz kancellár a bejáratnál üdvözölte harmadik Károlyt. A rövid találkozóról nem szivárogtak ki további részletek. Az uralkodó délben a német szövetségi parlament ülésén mondott beszédet, ám előbb útba ejtette a főváros egyik közkedvelt termelői piacát. A tudósítások szerint a királyi pár hosszasan elidőzött egy mézes standnál. Harmadik Károly maga is lelkes méhész, a királyi kaptárakból származó nedűt pedig Anglia szerte árusítják. A befolyt összeg egy jótékonysági alapba kerül. A berlinieket meglepte az uralkodó közvetlensége. Nagyon kedves, szívet melengető érzés ezekben a sötét időkben. Mintha egy pillanatra a remény suhant volna át itt a berlini piacon, lelkendezett egy nyugdíjas asszony. Harmadik Károlynak apai ágon német nemesi felmenői is vannak, ezért visszatérő vendég Németországban, kamaszkora óta 40-szer járt itt. A Bundestagban is mondott már beszédet néhány éve még trónörökösként egy második világháborús megemlékezésen. Ám brit uralkodó most először intézett beszédet a német törvényhozókhoz, ráadásul németül, csak néhány mondat erejéig váltott angol nyelvre. Szent kötelességünk levonni a múlt tanulságait, de ez csak a közös jövőnk iránti elkötelezettséggel teljesedhet ki, fogalmazott harmadik Károly, a két nép közös történelmi múltját és kulturális örökségét hangsúlyozva. Együtt kell őrködnünk a szabadságunk és az alapvető értékeink fölött, mondta az uralkodó, majd hosszasan beszélt a jelen biztonsági kihívásairól és az Ukrajna elleni háborúra adott válaszokról. Németország és az Egyesült Királyság fontos vezető szerepet vállalt. A legnagyobb adományozókként határozottan reagáltunk, és olyan döntéseket hoztunk, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Az Ukrajnának nyújtott jelentős katonai támogatás Németország részéről rendkívül bátor lépés, amelyért elismerés illeti, mondta harmadik Károly. Délután az uralkodó ukrán menekültekkel találkozott a Berlin-Tegel nemzetközi repülőtéren kialakított fogadóközpontban. Itt kapnak először segítséget és eligazítást mindazok, akik a háború elől menekülnek Ukrajnából a német fővárosba. A látogatás a Berlin közelében lévő egyik katonai támaszponton folytatódott, ahol harmadik Károly az ott állomásozó brit-német közös műszaki zászlóalj tagjaival találkozott. A katonák a király jelenlétében rakták a helyére a Havel-Oder csatornán átívelő pontonhíd utolsó elemét, majd az uralkodó és a német államfő együtt átsétált a túlpartra.